Nincs valami barátságos idő. A radarkép szerint jön a zivatar, előrejelzés szerint zivatar. Úgyhogy hajtsuk meg. Pár felhő nem baráti. Haj, de kemény. Egy órája még. Balatonon. Voltam. Az egész más hittek járni. Balató lelekapos már. Autóval letüsperés, testperés, hízás. Fekvés a klímás gépben. És azelőtt meg 3 órás fürdés a Balatonban. Ne pofázz már! Hát miért pofázik ez mindig, ha én is? Na hajtsuk meg! Na az előbb majdnem pofára estem már az egyik ilyen útszél leszakítási manőverükben, de még épp megúsztam. Szóval így a Balatonban 3 órás vagy 2 órás napon felejtett matracon fürdés, ugye látszik a színemen. Napszúrás, fejfájás, és hogy jön a zivatar, és hogy látszik is a radaron, és hogy gyorsan is jön, hogy tudjuk is. Ez semmi nem ok arra, hogy dagadtak maradjunk, úgyhogy hajtsuk meg! Hát nem süt ki a nap. Mondjuk a bőrömnek nem is nagyon kéne már a nap. Szerintem előállt elégtem. Soha ne menj gulymacsacsal a Balatonba pihenni. Mert igaz, hogy fognak, de bealszol, aztán szarrá leégsz, mint én. Mert ugye elfelejted magad bekelni, mert ez nem egy edzés, nem fog másfél óráig tartani. Hát csak úgy beugrasz a vízbe kicsit lehűni. Rád ősz a matracra, aztán délután van. Hát így. Ahelyett, hogy edzettem volna. Hát de más lehetőség itt nem volt. Egy családi program volt. Ott még nem volt kerékpár. Futni lehetett volna mezitláb, aztán ennyi. Aztán futottam a vízbe. De most tekerjük már meg, hajtsuk meg! Egyre hülyébb autósokra számítanak, több tábla. Attól még nem tudok olvasni, továbbra se a hülyék, hogy többször írják ki. Ez olyan, mint amikor... Figyeljen, ember! Németek. Ember, figyeljen! Nem süketek, németek. Szóval ez jutott eszembe erre, hogy még többször kiírták. Ki olyan hülye, hogy autóval kerékpárúton van, úgyse tud olvasni. Hajtsuk meg! Az a baj ezzel a telefonnal, hogy vagy a videót hűzi, és akkor más alkalmazáshoz nem tudok hozzáférni ilyenkor. Például időkép radar. Úgyhogy a kör vége felé le kell lőjem a videót. Belekukkantok a radarba. Ha nagyon itt van a jég, akkor hazafelé fordulok, és jégesőbe hazasuhanok. Ha nincs, akkor megyek még egy kört, hát ha itt lesz. Szóval, meg ahhoz, hogy ki is elemezzem így fejbe menet közben, ugye meg nem állunk, mert nincs autópausz csalás, edzés az edzés, amíg meg nem állunk, aztán vége. Ha megálltunk, annak ott stopp, kész, ennyi volt, és egy másik edzést kezdhetünk esetleg, amit ugye az autópausz egybe fűz, és egy csalós, a rövid idő, nagy átlag sebesség, nagy kalória, egy hülyeség, egy érvénytelen diszkvalifikált adat. Egy felesleges szemét, adatszemetet hozunk létre azzal a méréssel, mert érvénytelen. Szóval ennyit az autópauzról, azoknak találták ki talán, akik hülyék. Erre nem tudok mit mondani. Mi meghajtsuk meg!
nem tudom igazából, hogy hol a vihar. Most érzem, hogy itt, de még szárazon vagyunk. Csak a szél fúj. Meg a hőmérséklet esik, ami nem baj, mert én meg melegszem úgyis. Hajtsuk meg! Azt hiszem nyugatról jön, elméletileg. De merre van nyugat? Talán így. Ha vagy így. Franc se tudja. De sokka nyarva. Hol is a nap, ugye? Már ott van nyugat. Valahol ott. Akkor onnét jön. Mi meg arra megyünk. Annyira kéne az a második kör, hogy nagyon. Hajtsuk meg. Sajnos kell nekem a teló radarképre, úgyhogy itt a vége. Csumi. Iratkozzatok fel.